Az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása mellett Budapest főváros kormányhivatalának és a kerületi hivatalok foglalkoztatási osztályainak együttműködése révén idén július 1-e és augusztus 31-e között kerül meghirdetésre a nyári diákmunkaprogram, melyhez Rákosmente önkormányzata ezúttal is csatlakozott. A jelentkezéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az érintettek számára dr. Füzesi Péter alpolgármester ismertette. 2021-ben immáron 9. alkalommal csatlakozott Rákosmente a nyári diákmunkaprogramhoz, amely elsősorban azoknak a szünidejüket töltő diákoknak nyújt idéglenes elhelyezkedési lehetőséget, akik betekintést szeretnének nyerni a foglalkoztatottság világába. Dr. Füzesi Péter alpolgármester elmondta, hogy a felhívásra 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulók jelentkezhetnek. Mindenekelőtt azonban a Kőrösi Csoma Sándor úton található 10. kerületi kormányhivatal foglalkoztatási osztályát kell felkeresniük, hogy az előfeltételként meghatározott nyilvántartásba vétel megtörténjen. Napi 6 órát lehet dolgozni ebben a nyári munkában a diákoknak, és 125 ezer forint bruttó, illetve bruttó 164 ezer forintot kereshetnek. A nagyobb összeget azok, akiknek van ehhez speciális végzettségük már. 90 diáknak tudunk lehetőséget biztosítani a nyár folyamán, ez két turnusban fog megvalósulni, júliusban és augusztusban 45-45 fővel. Az alpolgármester hozzátette, ezúttal is többféle munkakörben próbálhatják ki magukat az érintettek. A lehetőségek között fizikai, valamint szellemi irányultságú tevékenységek egyaránt szerepelnek. Van fizikai munkakör is, például kint a köztereinknek az ápolása, a növények ültetése, de intézményeinkben is takarítási munkák, itt a karbantartási időszakban vannak olyan feladatok, amiben tudnak segíteni az óvónőinknek, egyéb intézményben dolgozóknak, és a harmadik rész, aki nem fizikai munkát szeretne végezni, hanem inkább szívesebben beszélgetne, meg segíteni az időseknek, őket a gondozási központok fogják majd várni. Az érdeklődők bőve felvilágosítást a témával kapcsolatban a rákosmente.hu weboldalon, valamint az önkormányzat hivatalos Facebook oldalán találhatnak.